Jó estét kívánok a nézőknek! Önök a Kaleidoszkóp című kulturális magazinunkat látják. Mai műsorunkban ismét három témát érintünk, nézzük a tartalmat. Az 1956. október 23-i eseményeket idézték fel az olvasóban. Teltházas zenei előadás, Házhoz megy a zenede címmel. Balogh Ildikó képzőművész festményeiből nyílt kiállítás a könyvtárban. 1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés, ami végül véres összecsapásokkal és kivégzésekkel végződött. Ózdon is megemlékeztek a hősökről. Az olvasó Adorján Lajos termében a Miskolci Nemzeti Színház két tagja idézte fel az 56-os eseményeket. Eperjesi Erika és Kriston Milán következik. Ez a tér, hol ő és én emlék, mikor kiválaszol. Falán vöröslő fájdalom, a napsugár őszi alkonyom. Ez a tér fogú fehér, a káromész, a grotesz halott arcokon. Ez a tér, hol folyt a vér, sor tűztalolt. És itt körbe mennyi sír, hogy vége volt. És bosszuló kezét nem küldte ránk az ég, mert minden bűnt felolt. Mégis, mégis él Budapest, lázas test, de talpra állt, remél. Szerelem és nyár van, Dunapart lágyú zenék, csupa édes dallam, és senki nem sikolt a volt. Budapest mond, hol lehet sok lányod és fiad. Budapest mond, miért felejt, ki jól lakott s ihat. Vagy a cella méri azt, hogy így ad el magad cédaként. Budapest szegény, bár dalokat úgy választottuk ki, hogy valamelyest a bele tett szövegekhez passzoljon. Különböző 56-os műzikelekből, vagy esetleg nóta részleteket próbáltunk úgy beletenni, hogy az elhangzott monológok, versek, szövegek azok illeszkedjenek egymáshoz. Thank you.
azt hiszem, hogy a műsor kapcsán minden dalt teljes szívvel és lélekkel kell, hogy énekeljünk, és nem csak kell, hanem ez így is volt, hiszen mindegyik dal igazán közel áll hozzánk, a népdal feldolgozások is, Elizabeth nagy dala, tehát ha igazán szívvel átérzi az ember akár ezt az alkalmat, vagy egyáltalán bármilyen alkalmat, amikor színpadra állhatunk, akkor nem teszünk különbséget, és nem is szabad különbséget tenni a dalok között, mindegyik kedves és szeretett dal. Temettünk és lőttünk. Lőttünk és temettünk. Nem akartuk temetetlenül hagyni halottainkat. A téri házakból néhány lakó, a bátrabbak, ásókat, lapátokat hoztak, jöttek segíteni. Valaki bezörgetett a plébános úrért, aki a templom falának egyik beszögelésébe húzódva ágyuk tűzbe mondta el az imádságot. A kórház karbantartója fejfákat eszkábált össze, de nem jutott minden sírra, annyi halott volt. Akkor táblákra írtuk a halottak nevét, már aki így tudtuk. Civilek is voltak köztük, nem csak harcosok. Őket a környékbeliek próbálták megazonosítani. Apámék az udvarokon, kerítéseken át kúszva-mászva hoztak egy ruháskosárnyi kenyeret. Anyám szakképzettség nélküli orvosasszisztens a rendelőből áthozott kötszereket felhasználva próbálta megmenteni egy utcáról behozott erősen vérző forradalmár életét. Mentőt csak órákkal később tudtak hozni a férfiak. A díványt, amire a sebesültet fektettük, annyira átitatta a vér, hogy másnap el kellett égetni az udvaron. A sebesült fiú jó egy évvel később eljött hozzánk, hogy megköszönje a segítséget. A tüdejétől néhány milliméterre állt meg a repesz, anyám nélkül el is végezhetett volna. Amikor a lövegek robaja néhány nap múlva elnémult, apámékkal együtt én is kimerészkedtem az utcára. A Bakács téren, ahol laktunk, borzalmas látvány fogadott minket. A templomtorony szétlőve, mindenütt üszkös romok, az utca sarkán kiégett szovjet tank, a templom oldalában pedig végig körves zsírok. Gyerekfejjel sokáig haragudtam apámra, mert a forradalom leverését követően már soha nem politizált. Úgy tett, mintha elfelejtette volna mindazt, amiben ő is hitt, amiért ő is mert tenni valamit. Nagy sokára értettem meg, hogy az ő hallgatása része volt annak a kollektív amnéziának, amely túléléshez segített sok millió magyar. Nem jártunk még ebben az épületben, csodálatos és fantasztikus. Megnéztük a nagy termet is, a nagy színház termet, és hát kerek szemekkel, tátva maradt szájjal néztük, hogy milyen fantasztikus előadóterem, és hát bízunk benne, hogy majd egy más alkalom kapcsán, egy másik előadással a nagy teremben is felléphetünk, és ott is szórakoztathatjuk az ózdi közönséget. Csillagoknak így
Két nap, négy koncert, teltházas előadások. A házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum fergeteges zenei élményt hozott Ózdra az Ómék Olvasó Színház termébe. Több mint 2000-en élvezhették az egyórás könnyű zenei produkciót, amelybe énekléssel és tánccal is bekapcsolódhattak a résztvevők. Hazai és külföldi előadók ismert popslágerei is felcsendültek az Olvasó Színház termében. Legutóbb 2019-ben járt Ózdon a Házhoz megy a zene deformációja, akkor a Rock Legendák című előadást hozták el városunkba. A mostani műsor középpontjában a popzene állt. A program általános és alapvető célja a könnyű zene élő zenével, hangszereken való bemutatása és értékteremtő mi voltának prezentálása. A zenei érdeklődés kialakulását és fejlődését is igyekeznek elősegíteni a fiataloknál. Több mint 12 évvel ezelőtt hoztam létre a Házhoz megy a Zenede produkciót azzal a céllal, hogy megmutassuk az általános iskolában és a középiskolában tanuló gyerekeknek a könnyű zene történetét, és ösztönözzük őket a hangszeres tanulásra. És hát nagyon nagy örömöm, hogy több mint 200 ezer gyermek látta már ezt az előadást. Szerintem Ózdon is már voltunk, még Bebével régebben, egy olyan 5-7 évvel ezelőtt voltunk itt. És hát a jelenlegi turné az a 2022-es turnénak a folytatása, amit a Petőfi Kulturális Ügynökséggel közösen hoztunk létre. Jelenleg is folyik a turné, a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kultúráért Alapítvány felkéréséből. Ez 80 előadás lesz Magyarországon, illetve a határon túli magyar lakta településeken. Én úgy gondolom, hogy nekünk célunk, hogy felszabadultak legyenek a gyerekek, ezt a célt elértük. Amikor figyelni kellett, akkor ők figyeltek, és a zenetörténeti részt is befogadták. Amikor meg szólt a zene, akkor elvárás volt a részünkről, hogy táncoljanak, énekeljenek velünk, és hát azért ez egy 650 fős nagy terem, teltházzal, amikor énekeltek, tapsoltak, akkor zengett a ház, és mi ettől boldogok voltunk. A gyerekek boldogan kapcsolódtak be az éneklésbe és a táncba is. A székek sorai között önfeledten ugrálva és tapsolva élvezték végig az egy órán keresztül tartó koncertet. A felhőtlen hangulatról az ismert zeneszámok mellett színes fények kavalkádja is gondoskodott. A formáció kiemelten fontosnak tartja, hogy maradandó emléket szerezzenek mindenkinek, aki részt vesz az előadásaikon. Baric Gergő néhány éve csatlakozott a csapathoz, de minden fellépésen igyekszik a legjobbat nyújtani. Azt hiszem 19-ben találkoztam először Józsival, akkor a Dobmánia nevű
dobtáborában voltam fellépő, és ott ismertem meg, ott döntötte el, hogy újraéleszteni amúgy ezt a Házhoz megy a zenedét, csak egy másik projekttel, aminek az lett a neve, hogy Házhoz megy a zenede, rock legendák. Ez igazából a pop legendákra van alapozva, most már két műsor tolunk, van egy rock műsor és egy pop műsor, ami átöleli ugye a zenetörténeti fejlődést. Többnyire kvázi ilyen bulikra lehet számítani mindenütt, a gyerekek nagyon élvezik, rengeteg fronton amúgy megvannak impulzusokkal, úgymond, tehát kitesszük őket nagyon sokféle impulzusnak, ami hatással lehet akár társadalmi szempontból is rájuk, látszik, hogy mindenki a saját mozgáskultúráját hozza elő, valamilyen szinten a felszabadultság is erőt vesz rajtuk, esetleg olyan gyerekek is meg tudnak nyilvánulni valamilyen szinten így ebben a közösségben, akik eddig tegyük fel a háttérben volt, akik meg kieresztik a gőzt. Más szempontból megkapnak információkat a zenének a fejlődéséről, főleg a könnyűzenei fejlődésről, és hát igazából kapnak egy tömör koncertprogramot is az ismeretterjesztő rész mellett. Viszonylag elmondhatom azt, hogy elég profi technikával is, amit minden egyes utolsó legkisebb faluban is, akkor is, hogyha nem alkalmas a színház, akkor mi megdolgozzuk azt is, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk adni a gyerekeknek. És ebben az a jó, hogy sok helyen amúgy a gyerekek nem is találkoznak hasonló előadásokkal, akár koncertekkel sem, és számukra is elérhetővé tesszük ezt a dolgot. Nekünk nagyon megtisztelő, hogy benne lehetünk. Ez a formáció most egészült ki egy basszusgitárossal. Az első változatban a rock zenedéhez kellett mindenképpen a basszusgitáros, amikor a pop zenedét bevezettük, abban kellett egy döntést hoznunk, hogy legyen inkább billentyűs, mert a nagyon sok, tehát a pop vonalon sokkal inkább szükségünk volt a billentyűre. Nem nehéz ezt mondani, mert amúgy a basszusgitárra legalább annyira szükség van, csak az akkori keret nem engedte, hogy ezt így tudjuk csinálni. Most már volt szerencsénk kibővíteni a társaságot egy basszusgitárossal is, úgyhogy igazából most ez a felállás. Basszusgitárnál Köpöncei Dani, Kovács Felicián a billentyűnél, Nagy Zoltán a gitárnál, Bordás Józsi doboknál, én pedig az éneknél. Emellett amúgy van nekünk egy stáb, aki konkrétan a hangszerbemutatót kezeli, ők hárman vannak. Van még egy sofőrünk, aki roadként is tevékenykedik, van egy saját fotósunk, és még van a hangtechnikai brigád, aki két szeméből áll. Összesen 13 ember, ha jól tudom. A zenei programot hangos tapsvihar és éjjelzés zárta, majd egy közös fotó is készült a közönséggel. Ezt követően hangszersimogató várta a gyerekeket, ahol nem csak dobot és szintetizátort próbálhattak ki, de gitárt is a kezükbe foghattak. A diákok széles mosolyal az arcukon jöttek ki a színházteremből. Az utolsó, mert azt ismertem is, meg nagyon jó volt. És hát én nagyon jól eléreztem most magam. A zenehallgatás köztudottan jótékony hatású. Csökkenti többek között a stresszt, javítja a memóriát és csillapítja a fájdalmat. A zenei nevelés következtében a gyerekeknek fejlődik a mozgás koordinációja, beszédkészsége, figyelme és képzelete. Hatékonyabb és kreatívabb lesz az elméleti, illetve a gyakorlati probléma megoldó képességük is. Balogh Ildikó képzőművész festményeiből nyílt kiállítás a könyvtárban Belső utakon címmel.
Különlegesség, hogy most fotóiból is vitrínbe tett néhányat. A megnyitón Molnár Luca, az Ómi Zenés Színház egyik tagja mondott verset, majd Lendvai Bóta Nóra énekelt a megjelenteknek. Az ünnepélyes rész végén Ildikó maga tartott tárlatvezetést alkotásai között. Szép számú érdeklődő gyűlt össze az Ózdi Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok keretében számos program várta itt az embereket. Ilyen volt Balogh Ildikó képzőművész kiállítás megnyitója is. Az eseményen Molnár Luca, az Ómi Zenész Színház egyik tagja szavalt el az alkotó kedvenc versét. Föltől eloldja az eget a hajnal, s tiszta látszavára a bogarak a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szállóporszem el nem hippant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kér bennem, s ha kint van az éj, egy nap süt ide bent. Csörgőné Csépányi Krisztina könyvtárvezető bemutatta Ildikó életútját, majd Dobos Adrián, az Ómék közművelődési szakembere nyitotta meg az eseményt. A képzőművészetben megjelenő geometria, amely Ildikó munkásságát végigkíséri, hatékony eszköz az alkotók számára, mivel keretet biztosít a kiegyensúlyozott és harmonikus kompozíciók létrehozásához. Az alapvető formák és minták használatától kezdve a szimetria és az arányok felfedezéséig a geometria rengeteg lehetőséget kínál a művészeknek arra, hogy a struktúrát és a rendet beépítsék munkájukba. Ez a fajta letisztultság és rendezettség jellemzi Ildikó munkáit is. Mindezeken felül azonban úgy gondolom, hogy Isten néhány embert megjutalmaz valami különleges képességgel. Legyen az szó a megértés, a bölcsesség képessége, vagy az a művészi látásmód és ábrázolás adománya, amivel érzéseket, pillanatnyi benyomásokat varázsolnak vászorra. A miskolci születésű tanárnő városunkban él és dolgozik, itt készíti festményeit is, amelyekre a letisztultság jellemző. A megnyitón röviden mesélt képeiről. Az ünnepi részt Lendvai Bóta Nóra énekes produkciója zárta. Tárlaton maga Ildikó vezette körbe a megjelenteket. A festmények különböző technikával készültek. Kedveli az optikai művészetet, az opártot, az egyszerű geometriai kompozíciókat, valamint a légies akvarell technikát. Úgy véli, az idő előre haladtával fontosabbá vált számára a mondani való, mint a technika. Belső utakon a kiállítás címe, tehát igazából arra törekedtem, hogy olyan képeket állítsak most ki, amik így a belső érzéseket, lelki folyamatokat tükrözik. Tehát nem a realisztikus ábrázolásra törekedtem a képeimmel, talán egy képen van, ami így
végül is inkább ilyen tájkép jellegű, de ott is megvan a személyes kötődés, mert az a vassal kapcsolatos, ahol felnőttem, ugye Miskolcon születtem, és azért ahhoz is kapcsolódnak személyes érzések. Úgyhogy általában ilyen absztraktabb, elvontabb képek vannak most itt kiállítva. A technika az különböző, a legtöbb akril, de van akvarell, illetve vegyes technikával készült kép is, illetve egy pár fotót is hoztam, mert hogy úgy gondolom, az is hozzátartozik a szemléletemhez. Tehát nagyon szeretek fényképezni, bár nem vagyok fotós, nincs olyan jó masinám, csak így mobillal, amiket utólag ugye megszerkeztek, de úgy gondolom, hogy a szemléletemet ezek a fotók is tükrözik, hogy látom a világot, illetve hogy tudom kifejezni magam, akár a valós látványból kiindulva, és ahhoz hozzátéve valami érzést vagy gondolatot. Vannak olyan szimbólumok, motívumok, amik azért sok-sok képen megjelennek. Mondjuk van úgy, hogy belekapok egy másik stílusba vagy vonalba, ugye teljesen más egy akvarell technika, meg másabb dolgokat lehet létrehozni akrilfestékkel. Ugye az akvarell az egy ilyen lágyabb, finomabb, légiesebb technika. Az akrilképek közül meg elég sok olyan van, amiket az utóbbi időben festettem, ahol megjelenik ez a opárt, fekete-fehér, kicsit geometrikus háttér vagy stílus, de ehhez is kapcsolok mindig valami pluszt, valami mást, ami, és ugye a kettő erősíti egymást. Ez kicsit önmagam számára elsősorban terápia, tehát nyilván bármi, van is egy ilyen képem, hogy művészetterápia mindenkor, tehát az ember, én legalábbis megkönnyebbülök ezáltal, vagy így segít az élményeket, érzéseket feldolgozni. Úgyhogy hát az alkotás szerintem mindenképpen nekem egy terápia, meg hozzátartozik az életem. Hát nagyon régóta festek, rajzolok, tényleg. Mindig is érdekelt a művészet, mindig is ez volt az álmom, hogy művész legyek, vagy hát... Tehát ez így ilyen nagyképűen hangzik kimondani, de nekem ez az érzés, hogy tényleg kifejezni azt, amit gondolunk, megérzünk, és ezt így anyagba önteni, és maradandót létrehozni, vagy ami talán még túl is élhet minket, reméljük. Aztán, hogy kinek tetszik, kinek nem, ez teljesen szubjektív, de valahol ez egy ilyen életérzés, vagy életforma ez a művészet, és nekem ez nagyon fontos, meg nagyon sok mindenben segít. A technika az csak egy eszköz szerintem. Tehát tanulok én is új technikákat, mit tudom én, repesztéses technika, de ezek trükkök, tehát mindig fontosabb a mondani való, hogy mi lesz a végén a képből. A kiállított képeket november 28-áig bárki megtekintheti a könyvtár nyitvatartási idejében. Köszönöm, hogy velem tartottak. Jövő kedden újra várom Önöket a képernyők elé. Magazinunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján visszanézhetik. Én mára megköszönöm figyelmüket, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!